Sziasztok! Üdvözöllek titeket egy újabb videóban, nem más honnan, mint Budakalászról. Sajnos a munkaterületen már végzett a daru, de ott dolgozók mondták, hogy itt van Kalászon, itt rakják össze a szerelvényt és megy haza, és szerencsémre el tudtam csípni. Még így Budakalászon lecsideózom. Engem jobban érdekel ez a Kirchhoff daru. Azért nem mindennapi látvány, láthatjátok, hogy egy kocsi, két kocsi, meg még három kocsi a szerelvény, hat kocsis az egész darus szerelvény. Gondolom megy haza Szolnokra. Húha, nem tudok elmenni, mert ez mávos terület már. Mindjárt körbe megyek, és akkor a peronon közelítem meg a járműszerelvényt. Na, itt vagyok már a peronon, innen közelítem meg. A szerelvény végén van kettő darab ilyen nyitott teherkocsi. Ezen különböző súlyok találhatóak, a darunak a súlyai, itt láthatjátok. Meg ilyen stafnifák a letalpaláshoz, mikor letalpal a daru. Itt valami tűzoslott rajta ki, itt szét van égve a szerkezet, itt valami tűz lehetett. Itt is van rajta még súly, ezek meg ilyen stafnifák, hogy a talpaláshoz, mert itt vannak a talpai a darunak. Ezek kihajlanak, leengedi, és akkor úgy talpal le, úgy tud dolgozni. Nagyon, nagyon komoly ez a daru. Hát, start! Szolnok. Ott van a matrica rajta. Nagyon komoly. Óriási nagy monstrum. És itt van az emelőgém. Ez az emelő szerkezet, ezzel tudja megfogni a dolgokat. 150 tonnát tud emelni. Nem semmi. És akkor itt vannak még ilyen kísérőkocsik. Három darab. Ez Budapest. Másnap érte Budapest. Szolnoki telephely. Ezen is már más tartós matrica van. 120-as a kocsi. Ezek valami kiszuperált, ilyen gyorsvonati kocsik lehetnek. És hogyha már itt vagyunk, akkor és héves tartalom, akkor már legyen benne egy kis M10A 11-25. Hát itt csak M10A-k járnak, itt nincs sima 10-es, az csak a ráckeveim van. Na és akkor itt van az állítábla. Tovább sétálunk, megnézzük a kocsikat. Ez is 120-as. Ezek ilyen gyorsvonati kocsik, ahogy én így látom az elrendezésből. Ez valami BY lehet, vagy AP kocsi. Ez még a régi ilyen tekerős ablakos. Ez meg valami gyorsvonati kocsi. És akkor itt van a szerelvény elején a 89-es Szergely. Ő a vonóerő. Jó napot! Ő szolgáltatja a vonóerőt. Na hát így néz ki az egész szerelvény, 89-es Szergely húzza, gyönyörű szép. Megkérdeztem a mozdonyon lévő úri embereket, de senki se tud semmit, nem tudják, hogy mikor indul a szerelvény haza. Sajnos. Na, de hogy ne csak a daru legyen benne, nézzétek meg, hogy itt vannak ilyen kiszuperált régi héves kocsik is. Hát ezeknek igazándiból szerintem Szentendrén lenne a helye a múzeumban, szépen felújítva, de sajnos össze-vissza vannak graffitizve. Itt egy másik, ezt a Face graffitizte össze 2017-ben, és itt van egy harmadik. Ezek valami motorvonatok lehettek, ahogy így elnézem belülről, van benne technika. Szegények itt állnak ezen a járműtelepen. És így néz ki a szerelvény.
Nagyon örülök, hogy le tudtam videózni, meg tudtam örökíteni. Brutál ez a Kirchhoff daru, nagyon ott van a szeren, nekem nagyon tetszik. És szerencsére most nem úgy videóztuk, hogy egy balesethez sietne, vagy balesettől jönne, hanem itt a MÁV hévnél Békásmegyeren a új váltó elemeket emelte be. Reggel 7-re jött, elvégezte a munkát, és most itt összerakták a szerelvényt, és várja az indulását haza Szolnokra. De nem tudták megmondani, mikor indul. Esetleg, hogyha valakinek szerencséje van, akkor itt a Szentendrei év vonalán le tudja videózni a későbbiekben ezt a szép járműszerelvényt. Én szerintem én megyek is tovább, és Békásmegyeren még levideózok még egy jelzőrös bobót, és azzal vége is lesz a videónak. Ja. Most nem hoztam el a másik telefonomat, erről a videóról sajnos most képanyag nem készül, csak videó. Na itt van a Passat cél is. Hát jó, hogy pofáztam, csak nem ment a videó. Na így néz ki, ott a Kirchhoff daru. Itt van egy ilyen esőbeálló is. Itt van a állomásépület. És van szolgálat is. Az előbb elment egy szerelvény, azt hittem, hogy ment a videó, de nem ment. Szóval az nem lett fölvéve. Szép kis állomás, és öt vágányos. Ott volt a régi jegypénztár, ahol be van rakva egy pad. Itt lehetett jelet venni. Új szemetes kuka, H betű, menetrenddel ellátva. Szóval ez van. Az a jó, hogy beszéltem, és most vettem észre, hogy nem is ment a videó. Na, megyünk Békásra. Na, és itt vagyunk Békáson, és ott van a jelzőrös bobó. 449-016. Most hirtelen így ennyit tudok nektek mutatni. Megpróbálom innen. Na, itt egy töltésen vagyunk, és a hév az lejjebb van egy kicsit. Szép, piros. Ez a Bobesz. Így néz ki. Cserél Cargo Hungáriás, nyitott kocsik, meg V-hidas, húzószöves kocsik vannak rajta. Ő tologatja itt a szerelvényt. Még várunk még egy kicsit, hát jön valami hív szerelvény, aztán azt is lecsidahozom. Így nem fontos, hogy jó videózni. Jó, be lehet látni a pályát. Jaj. Örülök, hogy összejött ez a szergelyes videó. Látjátok, rajtam is Szergely van. Szergelyes pólót vettem fel. Aztán... Remélhetőleg még lesznek ilyen felújításos videók, hogyha így a közelben csinálnak. Ők ez elég távol volt tőlem, azt néztem, hogy kilométer órát megnéztem, hogy van ilyen pillanatnyi kijelzője, hogy 28 kilométerre van ez tőlem parasztitól, szóval ez elég nagy rezsi költség volt már a videóért, mindent is láttátok. Drága üzemanyag árak mellett így megcsináltam azért. Ott a Bobesz. Először lesz meg a Super Hév, pont az jön vissza. Az megy Szentendrére. A Super Hév. Hát ezzel a csodálatos hévszerelvénnyel zárnám a videót. Remélem tetszett. És találkozunk egy következő videóban. Ha extra tartalmakra kíváncsiak vagytok, akkor lessetek rá a Hella Fanatic Facebook csoportra.
A költöztetés akkor Herbák István és fia. És ne felejtjétek, a hétvégén Ikarusz Mini Fesztivál a Közlekedési Múzeumban, az Északi Járműjavítóban, a Kőbányai úton, és mi is ott vagyunk, mint egyes villamosok, a Vasok Modern Kiállítás és a Széchenyi is. Gyertek el, látogassatok, sziasztok!